Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Oh, happy day. Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióban. Mondjuk közösen, hogy az Úrnak az öröme a mi erősségünk. És hisszük azt, hogy a názáreti Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Ő az, aki meghalt a bűnökért, és föltámadott a harmadik napon a halálból, és ő belé vetett hit által igazul meg az ember. És hiszem, hogy aki hisz ő benne, az által ment a halálból az életre. Mert hiszem a názáreti Jézus Krisztus, az Istennek a báránya, ki elvette a világnak a bűneit, ő a mennyből alászállt kenyér, aki életet ad az egész világnak, és mindazoknak, akik elfogadják őt, és befogadják őt Isten fiaként. És én hiszem, hogy kegyelmet adott nekem, hogy Isten fiává váljak, mert tőle újjászülettem, víztől és szellemtől, és Isten országának a polgárává váltam, és megpecsételt engemet a teljes váltságnak a napjára a Szentlélek által, és nem a félelem szellemét kaptam, hanem a fiúság szellemét, amely által Istent atyámnak nevezem. És hiszem, hogy a Szentlélek a szellememmel együtt tesz bizonyságot arról, hogy Isten gyermeke vagyok. És ezért a mai napon is fölgerjesztem a bennem lévő isteni kegyelmi ajándékokat. És dicsérem, magasztalom, áldom őt testemmel, lelkemmel, szellememmel, most és mindörökké az Úr Jézus nevében. Amen. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Tapsoljuk meg az Urat. Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában. Krónikák második könyve, 17. rész. Ászá után a fia Jósafát uralkodott Júdában, aki megerősítette királyságát Izrael országával szemben. Júda megerősített városaiban csapatokat állomásoztatott, helyőrséget küldött a többi júdabeli városba, sőt, még azokba is, amelyeket apja Ászá foglalt el Efraim területén. Az örökkévaló Jósafáttal volt, mert Jósafát azt az utat követte, amelyen régen ősapja, Dávid is járt. Nem a baálokat vagy az egyéb bálványokat tisztelte, hanem teljes szívvel, lélekkel apja Istenét, az örökkévalót kereste, és az örökkévaló parancsait követte. Nem úgy élt, ahogyan Izrael országának népe. Ezért az örökkévaló megerősítette a királyságot Jósafát kezében. Az emberek egész Júdából ajándékokat hoztak királyuknak, akinek gazdagsága és dicsősége egyre növekedett. Jósafát az örökkévaló útján járt, ezért szíve felbátorodott, és egész Júdából kiirtotta a magaslatokat és az Asera tiszteletére emelt oszlopokat. Uralkodása harmadik évében kiküldte néhány főemberét Júda városaiba, hogy tanítsák a népet. Ezek a főemberek a következők voltak. Benhail, Óbadjá, Zekarjá, Netanél és Mikájehu. Lévitákat is küldött velük segítségül, Semajáhu, Netajáhu, Zebadjáhu, Aszáél, Semirámót, Jehónátán, Adóniáhu, Tóbiáhu és Tóbadóniá ment a főemberekkel együtt. Két pap is velük tartott, Elisáma és Jehórám. Magukkal vitték az örökkévaló törvényének könyvét, így járták be Júda városait és tanították az embereket. Emiatt az örökkévalótól való félelem kerítette hatalmába a Júda körül lévő országokat, ezért nem mertek háborút indítani Jósafát ellen. A filiszteusok közül is hoztak Jósafátnak ajándékot és adót ezüstpénzben. Az arabok közül valók pedig nyájakat hoztak. 7700 kost és ugyanennyi kecskebakot. Jósafát hatalma egyre növekedett. Erődítményeket és raktárvárosokat épített Júdában, amelyekben nagy készleteket halmozott fel. Jeruzsálemben állandó és válogatott harcosokból álló hadsereget állomásoztatott. Nemzetségeik szerint ez a sereg a következő egységekből állt.
Júda törzséből Adná vezér és a parancsnoksága alá tartozó 300 ezer válogatott harcos. Azután Jehohánán, a maga 280 ezer harcosával, azután Zikri fia, Amasziá, aki önként állt az örökké való szolgálatába, és 200 ezer harcost vezetett. Benjamin törzséből Eljádá, maga is bátor vitéz, akinek a parancsnoksága alá 200 ezer pajzsal és íjjal felfegyverzett harcos tartozott, azután Jehózábád és 180 ezer képzett harcosa. Ezek mind a király szolgálatára álltak, és rajtuk kívül azok is, akiket ő Júda megerősített városaiban helyezett el. 18. rész. Jósafát nagyon meggazdagodott, és mindenki tisztelte. Azután fiának házassága révén rokonságba került Achábbal, Izrael királyával. Néhány évvel később meglátogatta Achábot Samária városában. Achább sok juhot meg marhát vágatott le, és nagy vendégséget szerzett Jósafát és kísérete tiszteletére. Rábeszélte Jósafátot, hogy hadseregével együtt csatlakozzon hozzá, és együtt támadják meg Rámót Gileád városát. Achab, Izrael királya megkérdezte Jósafátot, Júda királyát. Velem jössze Rámót Gileád ellen? Jósafát ezt válaszolta. Én is elmegyek akárcsak te, és népem is akárcsak a te néped. Veled leszünk ebben a hadjáratban. De mindenek előtt kérd ki az örökkévaló tanácsát még ma. Így hát Izrael királya összegyűjtötte az országából a prófétákat, 400 férfit, és megkérdezte őket. Indítsunk-e hadjáratot Rámót Gileád elfoglalására, vagy mondjak le róla? A próféták mind bíztatták. Vonulj fel, Isten a király kezébe adja azt a várost! Jósafát mégis megkérdezte. Nincs már más prófétája az örökkévalónak, akitől tanácsot kérhetnénk? Achab ezt válaszolta. Van ugyan még egy, aki által az örökkévalót megkérdezhetnénk, de ki nem állhatom, mert nekem soha nem prófétál jót, csak rosszat. Mikájehu az, Jimlá fia. Jósafát erre azt mondta. Ne beszéljen így a király. Akkor Achab szólította egyik szolgáját. Siess, és hívd ide Mikájehut, Jimlá fiát. Izrael királya és Jósafát, Júda királya, mindegyik a maga trónszékén, díszes ruhákba öltözve, Samária kapuja előtt ültek, előttük pedig a próféták prófétáltak. Az egyikük, Citkijá, Kenaná fia, vasszarvakat készítetett magának, és ezt mondta a királynak. Ezt mondja az örökkévaló, ezekkel fogod az arámiakat öklelni, amíg végleg elpusztítod őket. A többi próféta is hasonlókat prófétált. Vonulj fel Rámót Gileád ellen, és győzni fogsz! Az örökkévaló a kezedbe adja őket! A hírnök, akit a király küldött, eljutott Mikájehuhoz, és ezt mondta neki. Nézd, a próféták egyhangulag mind jót prófétálnak a királynak. Mondj te is valami jót, akár csak ők! Mikájehu ezt válaszolta. Amilyen bizonyos, hogy az örökkévaló él, olyan biztos, hogy csak azt fogom mondani, amit Istenem mond. Amikor Achábhoz ért, a király őt is megkérdezte. Mikájehu, indítsunk-e hadjáratot Rámót Gileád elfoglalására, vagy mondjunk le róla? A próféta ezt felelte. Menjen Rámót Gileád elfoglalására, győzni fogsz, kezedbe kerül. De a király rákiáltott. Hányszor kell még megeskesselek, hogy csak az igazat mond nekem az örökkévaló nevében? Akkor Mikájehu ezt mondta. Láttam Izrael egész népét szétszórva a hegyeken. Szanaszét kóboroltak, mint a pásztor nélkül maradt juhok. Az örökkévaló pedig ezt mondta. Nincs már ezeknek gazdájuk. Menjen hát haza minden férfi békében. Ekkor Izrael királya ezt mondta Jósafátnak. Na ugye, nem megmondtam, hogy ez soha nem prófétál nekem jót, csak rosszat. Akkor Mikájehu így folytatta. Halljátok az örökkévaló szavát! Láttam az örökkévalót a trónján, és az egész mennyei sereget jobb és bal keze felől. Az örökkévaló ezt kérdezte. Ki fogja megtéveszteni Achábot, Izrael királyát, hogy Rámót Gileád ellen vonuljon, és ott halljon meg a harcban? Erre ki ezt, ki azt mondta. Azután jött egy szellem, az örökkévaló elé állt, és azt mondta. Majd én ráveszem Achábot. Hogyan? Kérdezte az örökkévaló. Az így válaszolt.
Elmegyek és hazugság szelleme leszek Ahab minden prófétájának szájában. Az örökkévaló pedig ezt felelte neki. Rendben van, te vezest félre Ahabot. Menj és tedd meg, amit mondtál. Látod, Ahab király, az örökkévaló adta a hazugság szellemét a prófétáid szájába, de az örökkévaló maga mondja ki vesztedet. Ekkor Cidkijá, Kananá fia odalépett Mikájehuhoz, és pofon vágta. Igen, szóval az örökkévaló szelleme elhagyott engem, hogy rajtad keresztül szóljon? Kérdezte. Mikájehu így válaszolt. Meg fogod látni azon a napon, amikor rémülten egyik szobából a másikba futkosol, hogy elrejtőzz. Akkor Izrael királya megparancsolta. Fogjátok meg Mikájehút, és vigyétek vissza Ámonhoz, a város kormányzójához, és Jóáshoz, a király fiához. Mondjátok meg nekik, ezt parancsolja a király. Zárjátok őt börtönbe, és tartsátok kenyéren és vizen, amíg békében vissza nem térek. Mikájehú csak ennyit mondott. Ha valóban békességben visszatérsz, akkor nem az örökké való szólt általam. Majd még felkiáltott. Halljátok meg ezt valamennyien, és tudja meg az egész nép! Azután Izrael királya és Józsafát, Júda királya együtt felvonultak Rámót Gileád ellen. Izrael királya azt mondta Józsafátnak. Te csak öltöz a magad királyi ruhájába, de én áruhát veszek, és úgy megyek a csatába. Úgy is tett. Más ruhába öltözött, és úgy indult a harcba. Arám királya a csata előtt azt parancsolta a harci szekerek parancsnokainak. Ne törődjetek senki mással, csak Izrael királyát támadjátok. Amikor a csata közben a harci szekerek parancsnokai meglátták Józsafátot, azt hitték, hogy ő az Izrael királya. Ezért bekerítették, és mindannyian csak őt akarták megölni. Józsafát azonban az örökkévalóhoz kiáltott, aki megsegítette. Isten eltérítette az arám harcosokat tőle. Ugyanis az arám harci szekerek parancsnokai észrevették, hogy nem ő az Izrael királya, és akkor otthagyták. Közben egy harcos csak úgy találomra kilőtte a nyilát, amely azonban éppen Izrael királyát találta el egy olyan helyen, ahol rés volt a páncélján. Ahab szólt a harci szeker hajtójának. Fordulj meg, és vigyél ki a csatából, mert megsebesültem! A harc egyre hevesebb lett, ahogy telt az idő. Ahab, Izrael királya estig a harci szekerébe kapaszkodva tartotta magát az arámsereggel szemben, de mikor a nap leszállt, meghalt. Oh, happy day. Következik Németh Sándor napi üzenete. Tulajdonképpen az idő és az örökké valóság között nincs nagy távolság, csak ahogy valaki mondta, egy lélek levegővétel. Vagy mondanám levegő lehelés. Kileheli az ember a levegőjét, és már is az időből bekerült az örökké valóságba. Tehát ez nagyon közel van. De nem mindegy, hogy az örökké valóságnak melyik dimenzióba vagy realitásába lép az ember, ezért rendkívül fontos, hogy ma, amikor hallod Isten beszédét, ne keményítsd meg a szívedet, hanem fogadd el Istennek az igéjét, mert Isten igéje élet, szellem, az adja meg a lelked és szellemed számára az örök életet már most, és amikor Jézust elfogadod, abban a pillanatban már a lelked és a szellemem a názáreti Jézus Krisztus eggesztelő áldozatába, szabadító munkájába, vetett hit által örök életet nyer. És ettől a pillanattól fogva a lelkedben és a szellemedben bízok benne a valóságos a hited, létrejön egy belső meggyőződés, és akkor már az idő se félelmet nem fog okozni neked, és az idő elmúlásával szemben semmiféle pótcselekvés vagy mahinációt nem dolgozol ki saját magadnak, hogy elfelejtsd a végzetedet. Mert nincs már végzeted. Jézus Krisztus ettől megváltott bennünket. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. Kicsit bizonytalanul álltam fel. Micsoda hihetetlen egybeesés. Hiszen ez a pásztor nem ismerhetett sem engem, sem Milton Hansent. Vajon tényleg maga Isten adta nekem ezt az üzenetet?
méghozzá egy ilyen érthetetlent? Isten dolgait tartsátok szem előtt, mondta Milton. Tudtam, hogy ez alatt a teológia értendő, ám azt is tudtam, hogy a figyelmem, bármennyire is szégyeltem, sokkal hajlamosabb a Sakarián család ügyeire összpontosítani. A következő év két meghatározó eseményt hozott a családunk számára. Az első Geraldine lányunk megszületése volt 1938. októberében. A második pedig a rákövetkező tavasszal a 22 éves Lucy húgom halála. Pontosan egyidős volt Rózzal, és a legszebb a húgaim közül. Egy finom és ragyogó teremtés, aki arról álmodott, ami abban az időben meglehetősen szokatlan volt az örmény lányok körében, hogy tanítónő lesz. A Whittier College, ahol a tanulmányait folytatta, a temetése napjára bezárt. Korábban még sosem volt arra precedens, hogy így adózzon az iskola egyik diákja emléke előtt. Hirtelen azon kaptam magam, hogy több év elteltével ismét felteszem magamnak a nagy kérdéseket. Mi célból vagyunk itt? Mi a halál értelme? Na és az életé? Miközben ezeken a dolgokon gondolkoztam, körbe tekintettem a Glastreet-i gyülekezetben összegyűlt barátokon és családtagokon, akik az ilyenkor szokásos, halotti megemlékezésre jöttek el. A halál az örmények között a teljes rokonság összegyülekezését jelentette, a legközelebbi rokonoktól kezdve a legtávolabbi házasságkötés általi másodunoka testvérekig. A temetést követően a hagyomány értelmében egy formális ültetett vacsorára került sor. Örményországban, ahol a rokonoknak akár 150 kilométert is meg kellett tenniük hazáig a rögös hegyi utakon, az étkezés elengedhetetlen fontossággal bírt. Azonban itt, Kaliforniában a temetést követő közös étkezés inkább a családi összetartozás szentségét demonstrálta. Édesapám mellett ültem az istentiszteleteknek otthont adó teremben felállított hosszú asztal egyik végén, és néztem a másik végét, ahol édesanyám ült. Mellette Rose foglalt helyet, Geri babával az ölében, a 4 éves Richard pedig mellette ült. Magadrich Musegán nagybácsi néhány évvel korábban meghalt, de Richard mellett ott ült Magadrich fia Aram, mellette pedig az ő fia, Henry. Aztán következett apám 6 nővére és a férjeik, valamint a megmaradt 4 húgom, Ruth, Grace és Roxanne, szintén a férjük és gyermekeik társaságában. Hirtelen még Florence-t is, örmény mércével nézve, felnőtt nőnek láttam a maga 15 évével. A többi asztalnál pedig az unokahúgok, unokatestvérek, sógorok és sógornők, valamint a még távolabbi rokonok végtelen hada ült. És sikeresek voltunk valamennyien. Erős és büszke emberek mind. A férfiak markáns derékbőséggel, a nők pedig suhogó fekete selyem ruháikkal adták ennek tanúbizonyságát. Arra a proféciára gondoltam, amely valamennyi jelenlévőt ide, a bővölködés földjére hozott. Megáldalak téged, és bővölködővé teszlek. Ígérte Isten még Karakalában, és ahogy körbenéztem, láttam, hogy ezt meg is tette. Ám a proféciának volt egy másik fele is. A magodat áldássá teszem a nemzetek számára. Vajon ezt a részt is betöltöttük? Vajon áldást jelentünk bárki számára is? Bizonyos értelemben igen. Ezek az emberek mind jó szomszédok, jó munkások, jó munkaadók voltak. De vajon ez minden? Nem lehet, hogy ez legyen minden, mondtam Rose-nak, miközben hazafelé tartottunk Downey-ba. Tudom, hogy Isten arra kér minket, hogy tegyünk valamit másokért is. Csak azt nem tudom, hogy mit. És így kezdtem igazán odafigyelni a következő néhány hónapban azokra az emberekre, akikkel nap mint nap együtt dolgoztam.
Nagyon sokan voltak, nem csak a mi tehenészeink, hanem a takarmánykereskedők, teherautósofőrök, a teljes üvegbeszállítók. És egy meglepő felfedezést tettem. Ezek a férfiak sohasem beszéltek Istenről. Eltelt egy kis idő, mire az elmém be tudta ezt fogadni. Isten számomra olyan valóságos volt, mint Róz és a gyerekek. Minden napom, minden pillanatának része volt. Természetesen tudtam elméleti szinten, hogy vannak emberek, akik nem ismerik őt. Hiszen a misszionárius csoportok éppen e célból alakultak, hogy a csendes óceán távoli szigetein szolgáljanak. De az, hogy itt Los Angelesben, ahol minden sarkon volt egy gyülekezet, élhetnek olyan felnőtt személyek, akik nem hisznek, soha még csak eszembe sem jutott. Most, hogy eljutottam erre a felismerésre, vajon mit kellene tennem? Miközben egyik éjjel ezzel kapcsolatban imádkoztam, egy igazán rémisztő jelenet pergett le az elmémben. A helyszín a Lincoln Park volt, egy hatalmas terület fűvel és fákkal benőve Downey-tól 15 kilométerre, ahova gyakran mentünk piknikezni. Egy nyári vasárnap délutánon akár 4000 ember is ülhet a leterített pokrócokon. Ám a lelki szemeim előtt lejátszódó jelenetben érthetetlen módon egy színpadon álltam, körülöttem mindenfelé piknikező emberek, és Jézusról beszéltem nekik. Másnap reggel azonban, ahelyett, hogy kialudtam volna magamból az egészet, ez a képtelen gondolat még mindig ott motoszkált a fejemben. Miközben a nyakkendőmet kötöttem, megemlítettem Róznak. Képzeld, drágám, egyfolytában egy vad jelenet játszódik le bennem. Egy színpadon állok, és egy tömeg előtt beszélek, a Lincoln Parkban, fejezte be a mondatot. Hátat fordítottam a tükörnek, hüvelykujjammal a nyakkendő félig megkötött csomóját tartva. Pontosan ez jár az én fejemben is, mondta. Egyszerűen nem tudok szabadulni tőle, de annyira őrült ötletnek tűnt, hogy nem akartam elmondani neked. Csak álltunk, és pislogtunk egymásra a napfényes szoba közepén, kicsit azon gondolkodva, vajon milyen gyakran történnek még velünk életünk során ilyen mindennapinak nem nevezhető megtapasztalások. Akkor azonban ez egy furcsa egybeesésnek tűnt csupán, és értelmetlennek is. Ismersz engem, Róz? Ha egyszerre kettőnél több ember előtt kell beszélnem, annyira zavarba jövök, hogy még a saját nevemet is elfelejtem. Tejgazdálkodó voltam. Lassú gondolkozású, és még lassabban beszélő. Tudtam, soha nem lennék képes szavakba önteni, hogy mit jelent számomra Jézus. Róz volt az, aki nem engedte elillani ezt a gondolatot. Emlékszel, azt kérdeztük Istentől, hogy mit kell tennünk. Mi van akkor, ha ez a válasza? Máskülönben hogyan juthatott volna egyszerre mindkettőnk eszébe ez a furcsa gondolat? Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió. A mai hitköznapokban nyelvtanulásról lesz szó, de elmondhatjuk, hogy ez valóban ez a nyelv több, mint nyelv, és a tanulása is több, mint nyelvtanulás. Szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Grül Tiborné, dr. Grül Esztert. Szervusz, Eszter! Összehúztad a szemedet? Nem erről volt szó. Nem erről volt szó. De hát azért szeretnék arra is kitérni, hogy hát tudós házaspárról van szó, nyilván a férjedet is ismerik már az ATV-ből is, mint történész professzort, és ebből is látszik, hogy ez a tudomány ez mennyire életszerű, hiszen egy komoly nagy család mellett gyakoroljátok az ógörögnek a művelését, ami lehet, hogy egy kicsit úgy rémisztő így elsőre, vagy nem tudom, hogy a Szent Pál Akadémia mi a tapasztalatod, hogy kell egy ilyen akadályt átvenni mindenkinek, hogy igen, ez fontos, és ez nem ó, hanem ez nagyon is új, és nagyon is életszerű. Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
És köszönöm szépen a lehetőséget, hogy válaszolhatok Katinak a kérdéseire. Hát az, hogy le kell küzdeni akadályt, amikor az ember elkezd ógörögül tanulni, erről inkább a hallgatókat kéne megkérdezni a Szentpálon. Nekem már ez olyan rég volt, hogy nem emlékszem, én engem mindig vonzott a nyelveknek a tanulása, tehát 6 éves korontól kezdve tanultam nyelveket, és... És saját elhatározás volt, vagy a szüleit kértek? Hát nyilván volt, ami nem saját elhatározás, mondjuk ilyen volt az orosz, de például 13 éves koromban már elkezdtem latinul tanulni, tehát az pedig spontán kezdődött, az ógörögöt is, óhébert is én választottam, én szerettem volna. Ebben voltak érdekes élmények is, amik hozzájárultak ehhez, de egyszerűen nagyon élveztem, és mindig nagyon vonzottak ezek a nyelvek. Kicsit a rejtvényfejtéshez hasonlítanám, tehát tényleg nem könnyű nyelvekről van szó, különösen az ógörög és a héber esetén, a latin talán egy kicsit könnyebb, de viszont egy olyan nagyon gazdag világba vezet be bennünket. Ezt én még megtéretlenül kezdtem el ezeknek a nyelveknek a tanulását, úgyhogy igazából nem láttam a célját, értelmét, csak magát a folyamatot élveztem, és az egyetemen folytattam a tanulmányaimat, és amikor megtértem, akkor nyert az egész értelmet, tehát rájöttem, hogy nagyon-nagyon jó, hogy ezt a pályát választottam, mert először nyilván a magam számára közelebbé vált a Bibliának a nyelve, de utána pedig másoknak is ezt át tudtam adni, például a Szent Pál Akadémián. És maga a görög nyelv az hát élő is, meg nem is, mert ugye létezik új görög nyelv, amit Görögországban beszélnek, de ez eléggé eltér az ókori klasszikus görögtől. A görög nyelv sosem volt egységes, kell tudni róla, mert ugye földrajzilag nagyon szabdalt területen használták, és mindig nyelvjárásokra szakadt, ezért ógörögül, szinte azt tudom mondani, nem is lehet megtanulni, minden szerzőnél, akivel megismerkedtünk az egyetemen, szinte egy új nyelvjárást, egy új nyelvezetet kellett elsajátítani, és ez igaz az Új Szövetségre is, tehát annak is megvan a külön nyelvezete. És az viszont egységes? Tehát az Új Szövetségnek az egységes? Azt tudom mondani, hogy egységes. Nyilván vannak stílusbeli különbségek az egyes szerzők között, érdekes különbségek, de egy egységes nyelvről van szó természetesen. Ez minek köszönhető szerinted, hogy pont ez a Új Szövetségi nyelv egységes? Ez egyrészt azért, mert akik írták az Új Szövetséget, ők földrajzilag és korban közel voltak egymáshoz, másrészt pedig azért, mert volt egy forrásuk, amiből valamennyire táplálkoztak részben, nem teljesen, ez pedig a Septuaginta volt, az Héber Ószövetségnek a görög fordítása, tehát az már adott nekik egy speciális szókincset is, ahol kellett. Tehát a görög azért már belépett ezek szerint az Ószövetségbe. Belépett az Ószövetségbe, sajnos arra szerintem nem lesz időnk, hogy erre is kiterjünk, tehát maradjunk az Új Szövetségnél. De ez a kettcsináláshoz hozzátartozik. Igen, és aztán később is folytatódott a görög nyelvnek a formálódása, nyelvjárásokra szakadása, és azt tudom mondani, hogy a mai új görög nyelv az annyira eltért tőle, hogy én nem értem meg az új görögöt. Tehát én megtanultam az ógörögöt, ez nekem nem elég ahhoz, hogy a mai hallott vagy olvasott nyelvet értelmezem. Egy-egy szót tudok lefeljebb értelmezni. Gondolom, tehát ez a héberrel is így van. A héberrel viszont azért nincsen így, mert az közben megállt a fejlődésben, és a 19. század végétől az óhébert, majdnem a bibliai hébert, egy kicsit későbbi változatát elevenítették föl, és azért ez sokkal közelebb áll a bibliai mint az új görög, az új szövetségi görökhöz. Te egyébként mind a kettőt oktatod? Előfordul, hogy hébert is, tehát én hébert is tanultam, és volt már olyan időszak, hogy hébert is tanítottam, de most főleg a görögöt, néha latint is tanítok. Tehát a görög nyelv az, remélem, hogy ez követhető volt ez a magyarázat. Még annyit róla, hogy ez egy indoeurópai nyelv, tehát vannak hasonlóságai a szerkezetében, például a némethez, oroszhoz lehet leginkább hasonlítani, de valóban egy viszonylag nehéz nyelvnek számít, de én ezt pozitívunként szoktam mindig értékelni. Tehát a görög nyelv az nem egy olyan szabályos, merev nyelv, mint amilyennek a németet megismerjük, amikor tanuljuk, hogy megtanuljuk a szabályokat, és utána azokat alkalmazunk, és működik. Görögnél megtanuljuk a szabályokat, és utána vagy működik, vagy nem, mert a görög nem tudja magán elviselni ezt a szabályoknak ezt az igáját, hogy úgy mondjam, tehát egy sokkal szabadabb szellemű nyelv. Én mindig azt szoktam mondani védekezésképpen, vagy a görög nyelv védelmeképpen, ez a héberre is egyébként igaz, hogy Istennek ezek a nyelvek tetszettek, tehát ez a szabad szelleműség tetszett, nem pedig a latinnak a merevsége, nem azt választotta az igéjének a továbbadására, úgyhogy
Úgyhogy tessék ezt elfogadni. És de talán ez szellemileg is van ennek jelentősége. Biztos, hogy van jelentősége. Még annyit, hogy viszont a szókincse, annyi, de annyi görög szó él tovább a modern nyelvekben, hogy nem annyira ismeretlen. Tehát nagyon sok görög szót tudunk mihez kapcsolni, és könnyű őket megtanulni. Úgyhogy ez viszont egy nagy könnyebbség a tanulásakor. És szerinted azok a szavak, amik tovább élnek, a megfelelő jelentéstartalommal élnek tovább, vagy nagyon sokat torzultak? Ez változó. Ez változó. Például ami mi használunk matematikában, hogy trapéz, az például eredetileg asztalt jelentett, és átvitt értelemben pedig bankot, pénzváltót. Mert ugye az asztalnak van egy viszonylag trapéz formája, és ez asztalon... is egy szabálytalan forma, igen. Mert ma már négyszögletes, vagy téglalap igen. alakú. Nem vagy tudom, kör biztos, alakú. Nem hiszem, hogy pontosan trapéz formájuk volt, de mégis azért, mégis a négyzet is, meg a téglalap is trapéz, hogyha már a matematikánál vagyunk. Tehát a lényeg az, hogy ennek eléggé megváltozott a jelentése, de mégis tudjuk hozzá kapcsolni, és akkor könnyebben megjegyezni magát a szót. Úgyhogy nem annyira idegen a tanulóktól, és amit leginkább pedig nyerünk fel az, hogy az új szövetséget úgy tudjuk olvasni, hogy magyarul vagy más nyelveken sohasem, tehát olyan mélységeihez tudunk eljutni, amire nem alkalmas a legjobb, a legihletettebb, legkarizmatikusabb fordításom, ez a meggyőződésem. És ez mivel magyarázható? Hát az, hogy ez az eredeti, ez az originál, amit Isten lediktált az ő embereinek, és ez az, ami a legkevésbé torzult formában közvetíti Istennek az akaratát. Tehát minden fordítás szükségszerűen elvesz belőle, tompítja, mert nem felelnek meg egyik nyelven sem a szavak, sem a nyelvtani kategóriák annak a kifejezésére, amit lefordít a fordító. Tehát Isten lediktálhatta volna héberül is, vagy más nyelven? Vagy nyilván ez... lediktálhatta volna, de nyilván az volt az oka annak, hogy görögül született az új szövetség, hogy ebben az időben a Mediterráneumnak a keleti felében ez volt egészen az Itáliáig, tehát a olasz csizmáig, ez volt a használat és mindenki által ismert nyelv, vagy első, vagy második nyelv, attól függően, hogy kiről volt szó. Tehát akkor ez a fajta választás, ez hogyan értelmezhető szerinted, hogy ebben a ezt a térséget választotta, hogy itt diktálja le, ahol ezt a nyelvet használják? Ezt a térséget választotta, itt voltak az ő felkent emberi, ezt a nyelvet ismerték, használták, vagy elsődlegesen, vagy másodlagosan, inkább persze az új szövetség írói másodlagosan, de ismerték a görög nyelvet, és ezt a hallgatóság megértette többé-kevésbé, tehát nyilván volt, ahol tolmásra volt szükség, de alapvetően megértették. Ez olyan, hogyha ma jönne el az evangélium, tehát ma válna testé Jézus Krisztus, akkor nyilván az angolt választaná Isten, mert most ez az a nyelv, ami a leguniverzálisabb nyelv. De akkor viszont ez nem tudna ilyen mély lenni. Azt én nem mondom. Vagy ez már egy... Ezt már nem akarom tovább gondolni. Igen. Eleve. Viszont a nyelvtant is említette, tehát hogy nem csak a szavak, hanem maga a nyelvtan is képviseli azt a fajta fogalomrendszert, vagy szolgálja minden esetre. Igen, szolgálja, és erre majd fogok is példákat mondani, de nem szeretnék ennyire előre sietni, mert előtte még arról beszélnék, hogyha lehet, hogy felolvasnék egy igét, illetve idéznék egy igét a Jelenések könyvének majdnem a nyitó versét, ami úgy szól, hogy boldog, aki olvassa, és akik hallgatják ennek a proféciának a beszédeit. Erre nem biztos, hogy minden olvasó eddig felfigyelt erre a mondatra, de egyrészt érdemes arról a szituációról beszélni, amiben ez elhangzott. Nem volt ugye akkor még úgy elérhető a Bibliának a könyve, mint ma mindenkinek a polcán ott van 4-5 példányban ingyen osztogatnak Bibliákat, hanem az ritkaság volt, vagy kincs volt, hogyha valaki birtokolt egy tekercset, amin Bibliának valami könyve volt található, és ezért nagyon gyakran úgy ismerkedtek meg a Bibliának a szövegével, hogy valaki felolvasta az ő tekercséből, és a többiek pedig körültek és hallgatták. És már ez is meggondolandó, hogy mennyivel értékesebb volt az ő szemükben a Biblia. Tehát ma emiatt is könnyen degradálódik az értéke, mert annyira könnyen elérhető. De nem is ez a másik, pedig, hogy a nyelvi szempontból megnézzük ezt a mondatot, az, hogy olvas, az úgy van görögül, hogy anaginoszkó, és ez a szó, ez összefügg a ginoszkó igével, ami azt jelenti, hogy ismer, tud, ért. Tehát ez azt jelenti, hogy az olvasásnak értő olvasásnak kell lennie,
és tehát nem csak annyi, hogy felolvassuk, elhadarjuk, hanem meg is kell érteni közben azt, amit olvasunk. És még azt is hozzátenném ehhez, hogy az ókorban teljesen elterjedt volt a hangos olvasás, tehát nem volt jellemző a néma olvasás. Lásd a Szerecsen Komornyik, amikor ült a szekéren, hangosan olvasta fölé Zsai Stekercset. Mondjuk igaz, hogy nála hiába olvasta hangosan, még így sem értette meg. De kellett neki külső segítség, de szerette volna, de ez egy jellemző példa arra, hogy mindig hangosan olvastak ebben a korban. És hogyha belegondolunk, némán gyorsabban olvasunk, hangosan olvasva lassabban. Minden olyan folyamat, ami lassítja a befogadást, az úgy gondolom, hogy az megértést könnyíti a számunkra, és ha emlékszünk a királyi törvényre, a Mózes 5. könyvében található, ott szerepel az is, hogy a királynak másolnia kellett a törvényt. Ha másoljuk, ha fogjuk az igét, és másoljuk, az is lassítja a befogadási folyamatot, és azt mondanám, hogy minden olyan folyamat, ami lassítja, az segíti a megértést, és például ilyen, hogyha idegen nyelven olvassuk a Bibliát, például akár még angolul is, mert lassabban olvassuk, más dolgokra csodálkozunk rá, mint hogyha magyarul olvassuk. De a legeslegjobb, hogyha az eredeti nyelven tudjuk olvasni természetesen, tehát az Ószövetséget héberül, az Új Szövetséget pedig görögül, és erre most már ugye vannak segédeszközök is, bibliaprogramok, szótárak könnyen elérhetők mindenki számára, és azt tudom mondani, hogy érdemes ezeket is használni, mert egy-egy szó is olyan külön világot, meg új kijelentést tud adni az embernek, ami miatt érdemes kutakodni, és hogyha megengedek, akkor erre mondanék néhány példát. Sőt, nagyon örülök neki. Az egyik a Kolossi levélből volna. Ugye szoktuk azt mondani, hogyha valaki tanácsot kér, például egy fiatal keresztény, hogy döntsön egy helyzetben, és akkor mindig azt mondjuk neki, hogy hát amiben békességed van. Ez egy ilyen keresztény szavajárás szinte, de amikor fordítottuk a Kolossi levelet, akkor jöttünk rá, hogy ez mennyire bibliai, hogy szinte szó szerint ez van az eredeti szövegben. Úgy szól a Károli a 3.15-ben, hogy az Istenek békessége uralkodjék a szívetekben, és ott az eredetiben az van, hogy az Isten békessége legyen döntőbíró a szívetekben. Tehát ez teljesen, igen, hogy ő dönt, az Istennek a békessége döntse el azt, hogy ebben, hogy egy merre, jobbra vagy balra menjek, mit csináljak, hogyan döntsek. Aztán másik nagyon izgalmas szó, amit nemrégiben jöttem rá erre, az 1 Korintus levélben található, ahol foglalkozik, más helyen is, de itt is foglalkozik, a 7. fejezetben Pál apostol azzal, hogy tulajdonképpen minden ember rabszolga, tehát vagy a bűnnek a rabszolgája, vagy pedig Istennek a rabszolgája, Istennek ez olyan értelem, hogy Istennek a tulajdona vagyunk teljes mértékben, ő rendelkezik velünk. És ott azzal úgymond vigasztalja a természetes szinten rabszolgákat, hogy gondoljanak arra, hogy az Úrban elhívott szolga, rabszolga, az az Úrnak a szabadosa. És ellenkezőleg, aki szabad emberként hivatatott el, az pedig a Krisztusnak a rabszolgája. Tehát, hogy igazából mindenkinél megvan mind a két állapot, és ott a szerepel ez a régies magyar szó, ez a szabados, amire valószínűleg kevesen figyelnek föl, tehát nem a szabad szót használja itt a görög sem, hanem az apeleutherost, ami egy speciális jogi viszonyt jelentett az ókorban, a római birodalomban. Ma nem annyira tudom ezt mihez hasonlítani, tehát ez azóta megváltozott. Ez azt jelentette, hogy ha valakit felszabadított egy gazdag ember, egy rabszolgáját, akkor nem változott tőle teljesen független emberré, hanem hálával tartozott neki, minden reggel oda kellett mennie a patrónusának a házához, és ott megvárni, amíg az ura volt ura fölébred, az akár délig is eltarthatott, ez a várakozás idő, és köszönteni kellett. És utána pedig az úr az ő volt rabszolgáit, tehát ezeket a klienseit megvendégelte. Tehát ez adta ő. Azon kívül jogi ügyekben támogatta őket, segítette őket, és viszont háborúban el kellett mennie vele katonáskodniuk a klienseknek, tehát a volt rabszolgáinak volt egy ilyen kötelezettségük. És hogyha belegondolunk ezekbe az elemekbe, ez az elemi értelemben mind nagyon tanulságos. Tehát, hogy kötelezségünk szinte, hogy az Urat minden reggel köszöntsünk, hogy ha kell, akkor vele harcba menjünk, hogyha arról van szó, akkor jogi helyzetekben, jogi problémákban ő megsegít minket, tehát konfliktusokban, és megvendégel minket minden nap, ez is igaz. És még egy érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy később ugyan, tehát már a 3. században, de hoztak egy olyan törvényt, hogy abban az esetben, hogyha volt rabszolga nem hálás a volt tulajdonosának, akkor újra elveszítheti a szabadságát.
Tehát ez is olyan tanulságos, hogy... Tehát úgy szabadított fel minket az Úr, hogy... Hogy maradtunk egy viszonyban vele, egy olyan viszonyban, amiben tartozunk a hálával, neki tartozunk azzal, hogy köszöntsük őt, és a többi. És itt néhány szóról van szó, de egy egész világnézet abszolút bontakozik ki belőle, igen, ami hát nagyon jó ellenszere tudna lenni a mai fogalomrendszernek, amikor olyan fajta szabadságba gondolkodunk, ami másképp értelmezzük eleve a szabadosságot, igen, de igen, hát a szolgaságot is, tehát hogy eleve a vallásról sokszor úgy beszélnek, hogy az a szolgaság, és egyébként szabad az ember. Így van, így van. Tehát ez teljes félreértelmezés, és nagyon fontos, hogy az ember ebben a valóságnak a félreértelmezés, és nagyon fontos, hogy az ember ebben a gondolkodás módját igazítsa az igéhez, és eljusson erre a meggyőződésre, hogy tehát most már nem vagyunk a bűnnek a rabszolgái, nem annak a kénye kedve szerint élünk, hanem az Úréi vagyunk. Tehát olyan gondolat tárult itt föl néhány szónak a felhozatalából, példájából, ami értelmessé teszi azt is, az, hogy hogyan tudjuk a gondolkodásunkat megújítani, és azt is, hogy mekkora szükség van erre. Mekkora szükség, így van. Így van. Aztán még, hát nagyon sok példát lehetne mondani, van még egy másik nagyon kedvenc példám, ez a, szintén a Jelenés a könyvének az első fejezetében, amikor Jézus megjelenik János előtt, és azt látja, hogy a szájából úgy szól a magyar szöveg, hogy két élő éles kard jön ki. Ha megnézzük itt a görög szöveget, akkor az az éles, az lehet hegyes is. Tehát olyan kardról van szó, amiről más helyről tudjuk, hogy az Istennek az igéje, ami éles is és hegyes is, tehát tud szúrni is, meg vágni is. És akkor az ember elkezd gondolkozni, hogy hát hogyan vág és hogyan szúr az Istennek az igéje. És hát, hogyha görögül olvassa például az apostolok cselekedeteit, akkor nagyon érdekes ige helyeket talál ezzel kapcsolatban. Az egyik az a Péter prédikációjának a végén történik, ugye a pünkösdi prédikációra gondolok a második fejezetben. Elmondja Péter a beszédét, és utána azt olvassuk a Károlyban, hogy a hallgatóság a szívükben megkeseredett, és kérdezték, hogy mit tegyenek, tehát meg akartak térni. És ott kiderül, hogyha megnézzük a görög szót, az úgy szól, hogy katanüsszó, az azt jelenti, az az eredeti jelentés, hogy összeszurkál. Tehát az ige összeszurkálta a szívüket, és utána kerültek egy olyan állapotba, hogy meg tudtak térni. Én ezt mindig úgy képzelem el, mintha ilyen nagy lufi lenne az ő nagy egójuk, ami beleszúrnak egy gombosot, és akkor összezsugorodik, és akkor képesek arra, hogy elfogadják Istennek az akaratát. Ez nagyon plasztikus valóban. Igen. És találunk olyat is, ahol vág az ige, tudnélik a két beszédben is, amikor Péter és a többi apostol az ötödik fejezetben a Sanhedrin előtt bizonyságot tesz, ott még nem bántják őket, de hát nem reagálnak valami pozitívan, és ott az szerepel a Károlyban, hogy fogaikat csikorgatták. Nem, nincsen semmiféle fog az eredetiben, csak nem tudta másképp megoldani a Károli. Ott az szerepel, hogy ketté fűrészeltettek. Nagyon furcsa kifejezés, és találunk még egy helyet, az pedig az Istvánnak a beszéde végén hangzik el, ugye István rendkívül keményen ment neki a kora képmutató vallásos vezetőinek, levezette a zsidó történelmet olyan módon, hogy ezeket a képmutató pillanatokat emelte ki belőle, és ott is ugyanez a diaprió szerepel, hogy ketté fűrészeltettek a szívükbe, és hát ott ugye látszik, hogy mennyire nem pozitív dolog történt a szívükkel, mert utána hát az eredetileg szabályosan elinduló tárgyalás az egy lincselésbe csapott át, és úgy kövezték meg Istvánt, hogy tehát nem is történt semmi döntés, csak kirohantak, tehát nem bírtak magukkal, és megkövezték. Tehát indulatból, és nem egy jogos, törvényes döntésből. Így van, és hogy, hát, hogy mi az, hogy ketté fűrészeltetek. Én azt gondolom, lehet ezzel vitatkozni, de én úgy magyaráztam ezt magamnak, ezt a ketté fűrészelt szívet, hogy tulajdonképpen az ige megmutatta az ige, a szívüknek a valóságos állapotát, tehát hogy ez a kettősséget, hogy van egyrészt az, amit ők mutatnak magukról, hogy ők ilyen nagyon vallásos, Istennek engedelmes emberek, de van a másik fele a szívüknek, ami igazából elvetemült és gonosz. És ugye az ige máshol is beszél két szívű emberekről, a 12. Zsoltár mondja azt, hogy ott panaszkodik a Zsoltáros, hogy úgy mondja a Héber, hogy lév, vá lév, tehát szív és szív emberei, tehát van egyféle szívük, meg van másféle szívük, és kiderül, hogy képmutatóan beszélnek, hízelegnek, de közben teljesen romlottak és gonoszak.
Úgyhogy ha az ember ezeket a különböző helyeket így összerakja, akkor is egy nagyon izgalmas dolog tárul ki. Igen, megértem, hogy miért ilyen kalandos ennek a megtanulása, amit először említettél, hogy hát jó ezeket így összerakosgatni, és azért jó, hogy nehéz, mert akkor sok darabból áll ezek szerint. Persze, persze. Tehát az nem egy 5 perces feladat, de viszont annál kifizetődőbb, én azt gondolom. Ahhoz, hogy mi is egy kicsit most akkor ezt az elvet kövessük, egy kicsit lelassítunk egy zenével, hogy mindenki ezt tudja így mélyíteni, és utána folytatjuk dr. Grülesterrel a beszélgetést. Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.